kisebb-nagyobb mértékben, de mérhetően hazánkra is hatással van a klímaváltozás. Az időjárásban a megszokott hőmérsékleti értékektől eltérő nagyobb ugrások tapasztalhatók, szinte minden évszakban. Hazánkban a csapadék eloszlás egyenlőtlen, sőt az elmúlt évek tapasztalatai szerint mindinkább kettészelhető az ország, ha a lehullott csapadék mennyiségét megvizsgálják. Látható, hogy a déli országrészeken belvízgondok vannak, víztöblettel küzdenek a vízügyi igazgatóságok, a felső Tisza környékén viszont vízhiányos állapotok jelentenek gondot szinte az egész évben. Az elmúlt év végén, az idei év elején nagyon kevés csapadék hullott, több hónapon keresztül lényegesen az átlag alatt, aztán júliusban az átlagot háromszorosan meghaladó esőzések voltak, szerencsére, mert szükség volt erre a csapadékra, de összességében ugye az eloszlás kedvezőtlen volt, azt fogjuk mondani az évgén, hogy közel átlagos évet zárunk, de azért az hozzá tartozik, hogy 40 milliméterrel kevesebb csapadék hullott az átlaghoz képest. Az időjárás melegebb volt, 150 milliméterrel több volt a párolgás az átlaghoz képest, tehát ez már önmagában 200 mm hiányt generált. Ennek hatására bizony több víztározón kiszáradt, a legnagyobb a rétközi tó, szabolcs Veres, Mart, kékse döge határában. Ilyen még nem fordult elő, amióta ez a tározó beüzemelésre került. Kiszáradt a rohordi tározó, de szatmári területeken is a szamosmenti tározóban nincs víz. Penyigei tározó gyakorlatilag kirült, és a holtmedreket sem tudtuk feltölteni. A talajvízszintek jelenleg is alacsonyan vannak, sőt, több kútnál is apadnak megyénk területein. A vízügyi szakemberek szerint ezekre a jelenségekre fel kell készülni, hogy ne legyen tartós vízhiány. A vízkészletek mennyiségét figyelni kell, hiszen öntözéshez, halászathoz biztosítani kell a szükséges mennyiséget, éppen ezért a védelmi kérdések mellett a nemzetközi vízügyi konferenciákon egyeztetéseken a korszerű vízgazdálkodási feladatok előtérbe kerülnek.